emlékeztetni a borzalmakra. Korcag az első állomás annak a vándor kiállításnak, amely a holokauszt embertelenségeire hívja fel a figyelmet. Az Életmenete Alapítvány időszaki tárlata szeptember végéig látogatható a karcagi zsinagógába. Ennek a zsinagógának nem csak története, de lelke is van. Rendhagyó egyben hiánypótló időszaki kiállítás nyílt szerdán a karcagi zsinagógában. A holokauszt 80. évfordulóján az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor méretarányos makettjét tekinthetik meg a látogatók. A karcagi zsidóság története valamikor az 1840-es évekre vezethető vissza. Ekkor kezdtek letelepedni a városba érkező családok. A kunok zárt világában, bár sokáig, mint ahogyan mások is, ahogyan az itt élők mondják, gyűjtmentnek számítottak, a közösség befogadta őket, hiszen letelepedésük után a zsidóság rövid idő alatt beilleszkedett a város gazdasági és szellemi életébe. Jelentős szerepük lett a kereskedelemben, az iparban és a sport fejlődésében. A karcagi zsidóság életében meghatározó szerepe volt az iskoláknak, ahol jól képzett tanítóktól sajátíthatták el a vallás, a műveltség alapjait a diákok, és jelentős előrelépés volt a hitközség életében az 1899-ben felavatásra került templom. A holokausz során a magyarországi zsidóság mintegy kétharmadát pusztították el a nácik, valamint magyar cinkosaik. Karcagról is százakat hurcoltak el, közülük 446-an soha nem tértek vissza. Nekik is emléket állít az Életmenete Alapítvány uniós támogatásból megvalósuló Experience History projektje. A kiállítás fő célja és a projekt fő célja a Z-generáció elérése és az oktatás. Ez a kettő kulcsszó, mert nagyon fontos megismertetnünk a holokauszt borzalmait, és elmondanunk a fiataloknak a jövőnek. Ugyanis sajnos ennek az évszázadnak a közepére nem marad már olyan túlélő, aki tanúja vagy szenvedélye volt ennek a szörnyű tragédiának. Ez a mostani helyszín, ez a zsinagóga azért különleges, mert ha ebből a padsorokból hurcolták el azokat az embereket 1944-be, akiket ezekbe a haláltáborokba és ezen hasonló haláltáborokba meggyilkoltak. Tehát bekerül egy olyan épületbe, egy zsinagógába ennek a kiállításnak az oktató makettje, amely közösség szenvedője volt a holokausznak. Bár a köztudatban összemosódott Auschwitz és Birkenau két egymástól 2,5 kilométerre fekvő tábor volt. Ez az út volt a halálmenet, amikor a rabszolga munkára alkalmatlanokat egyik táborból átvezették megsemmisíteni. Az Életmenete ugyanezt az útvonalat járja be 36. éve. A karcagon kiállított méretarányos maketteket még idén Nyíregyházán, Máté Szalkán és Kassán is bemutatják. Nagy István, aki ezt megalkotta, és közel 4 éve dolgozik azon, hogy ez méretarányaiban is megfelelő legyen. Kint volt velünk Lengyelországban az Életmenetén, és ott a saját szememmel láttam, hogy centiméterrel mérte le a barakokat, hogy méretarányaiban ezt egy terepasztalon be tudja mutatni. És amikor megkerestük ezzel az ötlettel Istvánt, akkor az volt a célunk, hogy ugye az Életmenetére nem tudunk annyi fiatalt elvinni, mint amennyi érdeklődés van, és megpróbáljuk egy terepasztal segítségével megmutatni, hogy ott kint mit szeretnénk elmutatni, illetve mit szeretnénk nekik megmutatni. És azt vettük észre, hogy ezek a fiatalok nagyon-nagyon érdeklődnek, csak nem találták a kapcsolatot, hogy lehet ebben a témában igazából nem csak egy történelmi órán meghallgatni a tanárukat, hanem ilyen pluszt ezzel kapni. És szerintem az én munkatársaim, akik nagyon sokat dolgoztak szintén István mellett, emiatt nagyon jól megtalálták azt a módszert, amivel a fiatalokat le lehet majd kötni. Ugye most itt Karcagon ez az első állomás, ahogy itt többször elhangzott ma délután, 19 városba fogunk még menni az elkövetkező másfél évben, és már most még plusz 6 város van, aki bejelentkezett ezután, hogy a 2026-os évben próbáljuk őket betervezni. A szeptember 30-áig álló karcagi kiállítás előzetes bejelentkezés után látogatható, akár civilek, akár iskolai csoportok számára.